Az ár levonult, de a mélyebb fekvésű terület részeken benn maradt a víz, azok az útvonalak még járhatatlanok. Az előző évekhez képest azt nem élvezhetjük, amikor ugye a Dunának nagyon alacsony a vízállása, és mindenki zátonyozni tud kint a Dunán, és viszonylag bent az erdőbe is ebben az időszakban akár egy szár rövid gatyába lehet sétálni. Most ahhoz képest levonult a Dunán egy hosszan elnyúló árhullám, ugye megfelelő időszak van a szúnyogoknak a keléséhez, és így azt lehet tapasztalni, hogyha kimegyünk az erdőbe, akkor nemhogy rövid nadrág, hanem mindenkinek javasoljuk, hogy hosszú öltözet, nem testhez simuló, nem testhez tapadó, hanem tényleg inkább egy ilyen lazább öltözék, de mindenféleképpen hosszú nadrág, hosszú fölső, és mellette pedig szúnyogriasztót hozzon mindenki magával. Ez az ártéri erdőnek a velejárója. A Gemen ZRT úgy tervezi, hogy hamarosan újra tudja indítani a kisvasút menetrend szerinti járatait a pörbölyi ökoturisztikai központból, de a kiállítások zavartalanul megtekinthetőek. Nyilván a vad számára ő nem tud úgy dönteni, hogy akkor most nem az erdőbe megy ki túrázni, hanem neki ott kell élnie. Neki ilyenkor a legjobb megoldás, és azt lehet látni, hogy felkeresnek vizes területeket, dagonyázókat, és ilyenkor az idejüknek a nagy részét napközben ott töltik, és esti időszakban, amikor a szúnyogok elülnek, és jóval kevesebb található belőlük, akkor mennek ki és táplálkoznak. Úgyhogy most egy kicsit az ő életük is megváltozik, de ez a nagyon-nagyon meleg, ez kedvez abban nekünk is, hogy a szúnyogok szaporodását azért egy idő után már gátolja, úgyhogy reméljük, hogy haladunk előre itt a nyári időszakban az időbe, majd ez a szúnyog mennyiség azért csökkenni fog. A gemenci ártér körülbelül háromnegyede Tolna vármegyében terül el, így az ott kialakult szúnyoginváziót a saját bőrükön tapasztalhatják a környező településeken élők.